Az egyetemi csarnokban játszotta le hétvégi bajnokok ligája amúgy döntetlenre végződött mérkőzését a Győr női kézilabda csapata. Ennek az az oka, hogy lassan egy hónapja elkezdődött annak a multifunkcionális sportcsarnoknak az építése, amely 5000 szurkolót fogad majd be. A csaknem 5 milliárdba kerülő aréna decemberre a hazai női Európa-bajnokságra készül majd el. Nézzük, hogy hol tartanak most a munkások. A Győr női kézilabdázói a város egyetemi sportcsarnokában készülnek most már, és itt játsszák a tétmeccseiket is. El kellett hagyni a régi otthont, a Magvasi Mihály sportcsarnokot, hiszen az épület mellett január 8-án elkezdődött az új, több mint 5000 ember befogadására alkalmas aréna építése. Most már évek óta igényként jelentkezett itt Győrben, hogy legyen egy olyan multifunkcionális csarnok, ahol egyrésztről érdemben mondjuk egy kézilabda BL döntőt azt itt le tudunk vezényelni, másrésztről pedig sok olyan rendezvénye van Győr városának, amikor szükséges egy olyan csarnok, egy olyan multifunkcionális csarnok, ahova több ezer ember befér, és valóban magas színvonalon ezeket a rendezvényeket meg tudjuk rendezni. Az új sportkomplexum gőzerővel készül, az alapkőletételen is túl vannak már, és a Magvasi is megmaradt, csak felújítják. Mint egy 4,9 milliárd forintos állami támogatást kapunk. Természetesen ennek vannak még egy-két járulékos költsége, hiszen pár száz millió forintot a városnak is hozzá kell majd tennie. Elsősorban itt az utak kialakításánál, a parkoló kialakításánál, de összességében nem csak a multifunkcionális csarnok megépítése jelent nagyon fontos dolgot, hanem a összekapcsolódó Magvasi Mihály sportcsarnok a felújítása is, és így kettő olyan csarnok lesz egymás mellett, ahol bármilyen világversenyt, bármilyen rendezvényt meg tudunk szervezni. A tervek szerint idén novemberben már át is adják a komplexumot. Ez élteti a győri kézislányokat is, akik nehéz szívvel hagyták ott a szeretett Magvasit. Nagyon rossz volt onnan eljönni, mert jó pár meccset lejátszottunk ott az évek során, nagyon jó emlékek kötnek oda, de hát nyilván el kellett jönni. Hát igazából itt edzünk egy hónapja, arra kell figyelnünk, hogy ezt is otthonunká tudjuk tenni. Igazából ez egy problémánk, hogy sokkal hidegebb van, mint a Magvasiban, tényleg azt azért nehezebb megszokni, főleg, hogy már kint is most lehűl a levegő, de egyébként úgy érzem, hogy be tudjuk lakni. This is the most important, that more people is... Az a legfontosabb, hogy ide az egyetemi csarnokba több néző tud kijönni. Egy kicsit hidegebb, mint a Magvasi, de azt gondolom, hogy a szurkolók itt is fantasztikus hangulatot fognak teremteni, és ahogy mondtam, itt még többen lesznek. Nothing else is important, just how we feel on the field. A legfontosabb, hogy Győrben tudtunk maradni. Én azt gondolom, hogy ez a csarnok most már azért látható, hogy fog kinézni a BL-re. Ez alkalmas arra, hogy egy megfelelő aréna legyen a BL mérkőzésekre. Természetesen nem volt egyszerű, de nem is a költözéssel kapcsolatos fizikai nehézségekről beszélnénk, hanem arról, hogy a csapatnak ezt be kell laknia, meg kell szoknia. Ugye a terek teljesen mások, és hát ezt láttuk az edzéseken, a mérkőzéseken, hogy nem volt ez zökkenőmentes. De azt gondolom, hogy mostanra talán eljutottunk oda, hogy ez nem fog befolyásoló hatással lenni. A tervek szerint pedig ilyen impozáns lesz az új aréna.